Köszöntöm nézőinket, Huba Imre Csabával beszélgetünk, az Üllőparti Gazdaszövetkezet elnökével. Amikor beszélgetünk, még 20-a előtt vagyunk, viszont amiről beszélgetünk, az 20-án meg is fog sülni. Tehát amire önök ezt a műsort látják, kedves nézőink, már elkészült a Magyarok Kenyere. Mi is ez a mozgalom pontosan? A Magyarok Kenyere mozgalom, ez 2 éve indult, és hát ez azt a célt szolgálja, hogy a országban élő gazdatársak gyűjtésként összeadják a búzát, és az összeadott, az ország minden részéről összeadott búzából megőrlik a lisztet, és ebből a lisztből sütik meg a magyarok kenyerét augusztus 20-ára, mivel Pécs a központja, Pécsen fogják ezt elkészíteni, és hát mindenki kap belőle egy cipót, akit beszállították, és hát a többi pedig a gyermek neveléséért, a gyermek alapítványnak Bőte Csaba gyermekei részére fog kerülni, és hát 50 tonna a gabonába gondoltuk, hogy összegyűjtünk, de 75 tonna gyűlt össze, tehát bőségesen fedezi a magyar gyermekeknek az élelmi alapját Erdélyben. Ez egy olyan nagyszerű kezdeményezés, amely a nemzet tagjait akár határon belül, akár határon kívül összetartozást jelent, és hát a gabona, a búza. A búza minden egyes személy Jézusnak a harcképe látható, és ez a szellemi erő, ez összetartja a magyarságot, és a magyarságnak mindig a búza egy olyan életet jelentő élelmiszer alap volt, amely szakrálisan meghatározza mindig a gazdák, illetve hát a társadalmi szerepét, és minden egyes nemzetgazdasági tag figyeli azt, hogy milyen búza termés lesz. Hát egyben mondhatjuk azt, hogy az idei esztendőből 5 millió tonna fölött termet, jó közepes termés van, és hát kiváló minőségű búza termet, és ez úgy gondolom, hogy a nemzet számára, meg exportra is jut ebből a nagyon jó minőségű gabonából. A magyarok kenyeréhez mondta, hogy 70 tonna gyűlt össze, ennek a 10% a megyénkből gyűlt össze, hiszen több mint 7000 kg-ot szállítottak el önök. Kik adományozták ezt a jelentős mennyiségű búzát? 54 gazdatársunk adományozásából gyűlt össze a 72 tonna, 7,2 tonna, 72 mázsa búza. Ezt magángazdaságok, magánemberek, kistermelők, közepes termelők, nagygazdaságok, vegyesen mindenki hozzájárult, és a legjobb gabonájából különítette azt a mennyiséget, amit ide szánt erre a célra, illetve ebbe az alapba. Ez büszkén tölt el valamennyiünket, hiszen évről évre gyalapszik azoknak a száma, akik hozzájárulnak a nemzet kenyeréhez, a ország kenyeréhez, és ez az összetartó erő, ez mindenbe meglátszik, illetve mindenre összhangban kihat, és hát büszkeséggel tölt el valamennyiünket. Egyébként a gyűjtés kezdete az Tápió Bicskén, a Honvéd emlékműnél történt, ahol a városunk két minisztere, dr. Fazekas Sándor és Varga Mihály adományát adhattuk át. Ezzel indult el az ország kenyerének a gyűjtése, és itt fejeződött be, többek között a mi megyénkbe, Jászlajkun-Szolnok megyébe a 72 mázsa búza átadásával. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos ez a hagyomány továbbvitele, és akkor reméljük, hogy jövőre sikerül még ennél is többet összegyűjteni a gazdáktól, hiszen ahhoz azért az is kell, hogy egy nagyon jó búzatermés legyen jövőre is. Így van, a gazdatársadalom minden tagja mindig arra törekszik, hogy a lehető legjobb termést érje el, a lehető legjobb minőségbe, elfogadható áron, és ez a jó minőségű liszt biztosítja az ország kenyerét egész évben. És hát meg kell említenünk azt is, hogy a rekord kenyérsütés a Szolnokon fog történni augusztus 20-a tiszteletére, melynek a kemencéje már lassan elkészül, és ebbe a kemencébe sütik meg a rekord kenyeret, amely szintén Jászlajkun-Szolnok megyéből indul, és ennek nagyon örülünk, hogy ez a kezdeményezés ezzel folytatódik, és hát bízunk abban, hogy jó kenyeret fognak sütni. Reméljük, hogy így lesz, és akkor önöknek jó munkát kívánunk, hiszen azért a határban a gazdáknak még van mit tenni, amíg minden termény bekerül a magtárakba. Igen, hát a gazdatársadalomnak mindig van munkája. Ha a gabonát betakarítottuk, a talajmunka, öntözzük a kukoricát,
várjuk a napraforgó termését, és az egyéb növények betakarítása is folyamatban van, és egyre jobban tapasztalható az, hogy gyógynövényeket termelünk, zöldségféléket termelünk, tehát a termelési skála az növekszik, és a nemzetgazdaságnak javára szolgál minden vonatkozásban, hiszen a magyar termék az mindig világhírű volt, így a búzára is elmondhatjuk, hogy 1932-ben a karcagi búzaliszt világ első volt, és külön díjat kapott. Reméljük, hogy akkor ez megmarad, ez a szép hagyomány. Jó munkát kívánunk Önöknek még egyszer. Köszönjük szépen, és üdvözöljük a nézőket.